Üdvözlöm Önöket! Aktuális című magazinunkat látják! Békés Csaba fejlődése a koronavírus járvány idején is töretlen. Sok beruházást adtak át az elmúlt évben, és közel száz fejlesztési projekt fut jelenleg is. A 2021-es év legjelentősebb fejlesztéseiről Hanó Miklós Békés Csaba alpolgármestere számolt be. Én úgy gondolom, hogy a mi szemszögünkből igen sikeres, mert jelenleg is a Városfejlesztési Kft-nél megközelítőleg 100 projekt az, amelyik fut, tehát vagy tervezés, vagy kivitelezés, vagy egyéb elképzelések folynak. A városnál is folyamatosan vannak területek, amiknek a fejlesztése folyik. Uszoda, a sportcsarnok, a, nagy, a futballpályának az egyéb régebbi tervezett lelátói fejlesztése, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket nem befolyásolta az úgynevezett takarékos költségvetés, amit én nagyon helyesnek tartok, és ebbe azért komoly szerepe volt annak, hogy az önkormányzat polgármesterúrral közösen egy, egy tartalék alapot is képzett, aminek az volt a lényege, hogy addig, amíg ez a pandémiás helyzet van, addig az intézményektől is és a egyéb olyan kötelező feladatokat ellátó szervektől valamilyen szintű megtakarítás beállítása volt. Ez azért volt lényeges, ugyan, mert hogy ha mégis komolyabb gond van, akkor eznek a visszapótlásával akkor is tudjuk tovább működtetni a rendszert. De nem volt gond. Sőt, az államtól utána kaptunk egy jelentősebb támogatást abban a szempontból, hogy a pandémia miatt kieső forrásokat és a a helyi adó megvonásának egy részét, amit elvontak központilag, annak a visszapótlása megtörtént. Tehát én úgy gondolom, hogy a költségvetésünk az rendben van, de amelyik területén felelek, az kimondottan, hogy mondjam, lendületbe volt, és jól haladt, és mindent mindig időre elkészítettük. Egy még hamarabb is megtörtént, a, például a, a Fűrjesi út, amit déli elkerülnek és hívhatunk, mert délre jövő forgalmat tereli el a 47-es útra összekötve a 44-essel is, az M44-el is, jelentősen csökkentve a várost ért terhelést. Ezt annak idején én kezdeményeztem, hogy ebből a dologból legyen valami, és annak idején a Sesták miniszter úr segítségével ez a dolog el is indult, és most 10 hónap a hamarabb készült el. Tehát ez is egy, azt jelenti, hogy a dolog jól működik és én ahogy látom most, nagy örömmel használják a emberek, és mondom, Békés Csabának a közlekedési terhelése ebben csökken, mivel a nagy teherautógépek, amik délről jönnének, azok nem jönnek idebe, hanem sőt a városnak ezen a részén lévő téglagyár, Csaba Metális, egyéb nagy cégek, azok is itt el tudnak menni a, akár a Szeged irányába, akár Budapest irányába, tehát ez egy fontos dolog. Ez egy nagy központi fejlesztés volt, majdnem 6 milliárdos összeggel, de elkészült 10 hónap a hamarabb ennek nagyon pozitív, örömteli az dolga. És még ha sorolhatnám föl itt a fejlesztéseket, gyorsan elmondom, amik nagy, nem az összes, de stratégiailag sokat jelentenek, amik most is folynak. Például egy 10 milliárdos útjárdafelújítás, felújítás, azon belül 2,3 milliárd a járda felújítás. 6 milliárd az út burkolás, és egy olyan másfél milliárd az út fejlesztés, tehát, hogy felújítani az utat. Ez, ez egy 40 éves, hogy mondjam, problémát orvosol, hisz egy megyejúgó városban azért ne legyenek már földes utcák, én úgy gondolom, és a járdák is nagyon elhasználó tápotban vannak, és ennek a fejlesztése is folyamatosan zajlik, és szerintem a lakosok örülnek is ennek, de folyamatbanában mennek például a piacfejlesztés, az egy megközelítőleg 8 milliárdos fejlesztés, aminek a lényege az, hogy ott lesz ugye egy már majdnem kész egy parkolóház, megújul a piacnak a hátsó része új eladó csarnokos részsel és egyéb fejlesztésekkel, de a környezete is megújul a piacnak, tehát egy normális parkolási és megközelítési lehetőségek lesznek, és tényleg egy 21. századi igazi közösségi teret is jelentő piac lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy akár nem csak a vásárlásra, és nem csak az, hogy térségbe termel termékeket, jó minőségű termékeket vásárolhatnak a békéscsabaiak és a körny környékben lakók, hanem ez akár, akár turisztikai látványosságnak is meg fog felelni, nagyon korszerű piac lesz, de mégis a hagyományokat őrzi. Ez is fontos. Fontos az, hogy folyik a geotermikus fejlesztés, aminek az a lényege, hogy a majdan megépülő sportcsarnok és úszoda, plusz a most meglévő sportok kezdve az összes olyan dolog, ami, ami energiát igényel, hőenergiát, azt erről le lehet majd szedni. És a geotermiánál még annyit szeretnék elmondani, hogy ez a fejlesztés megközelítően 5 milliárd. Tehát jelentős összegek vannak, amiket tudunk hasznosítani, és ezt a magyar kormánynak köszönhetően kapjuk ezeket a forrásokat. Tehát a város jelentős fejlődésben van benne, tehát olyan fejlesztések történnek meg, ami száz évre meghatározó. A városnak a életét. És ami még lényeges, ami, hogy ezek a fejlesztések ezt követőleg hozzájárulnak a költségvetéshez is, hisz helyi adóbevételek fognak ezekből történni, nagyrészt szami termelő az, az, így fog működni. Amit még elmondanék, hogy elektromos buszoknak a, a, helyzet, a lehetőségének a megteremtése ott is napelemes fejlesztések, ami megtörtént Tem, ezen a részen is a sportcsarnoknál. Megtörténik, hogy abból az energiából tudjon működni a elektromos busz, és annak a fejlesztése is a mostani busz, volánbusz mellett történne ez a fejlesztés. És ennek a 3,5 milliárd forintos fejlesztése lenne. Uszoda, a sportcsarnok fejlesztés, amit már említettem. Nyomdaipari képzés, az 2,5 milliárdos fejlesztés a kerékpárutak összességében olyan 4-5 milliárd, most azért nem lehet ezt még pontosan megmondani, mert vannak, amik még zajlanak, tehát nem úgy, még tervezési szinten is mozognak, de hogy rengeteg kerékpárút épült a városba, az egyszer biztos. És összekötnek térségeket is, tehát úgy a Fűrési útnál is összekötik a, a kerékpárút is, hogy épült még, és az összeköti a 47-est, a 44-es, meg a Családapácai úttal. Orvosi rendelők védőnői centrum felújítására 500 millió körül készül a következő 7 éves terv a települési operatív programra, és mert a város a fejlesztésekben jól működött, ezért a minisztérium által egy olyan megbízás történt a város részére, hogy térségi fejlesztést valósítson meg, az az elkövetkező évnek a forrását, ami települési operatív programra kapna a város, azt abban legyen a járásban lévő többi település is bevonva, hogy közös fejlesztések is történjenek. Mondok egy példát, például a kerékpárút, hogy ezeket a településeket össze tudjuk kötni, és ez működjön, de ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos dolog, mert ezzel elismerik azt, hogy a városban történő fejlesztések azok átgondoltak, korrektek, és folyamatosan megvalósulnak, mert elég sok helyre hallottuk, hogy nem valósultak meg fejlesztések, itt mindig megtörténik. Még azért megemlíteném, hogy itt a jelentős fejlesztés a Munkácsi negyed, de fejlesztés, ami egy brand lenne a városnak, tulajdonképpen a Csabai Kolbász mellett, a csabapark fejlesztése mellett, ugye a csabapark fejlesztése is folyamatos, a Csaba Park most turisztikai jelenleg fejlesztés történik a Körtes sor felől, tehát ezek folyamatosak. És még van a felsőoktatás, komplex fejlesztés, az pedig egy 3 milliárdos fejlesztés. Tehát itt, itt, röpködnek a milliárdok, de ezek mind tényszerűek és megvalósuló fejlesztések, és a várost előbbre viszik. Én ennek tudatába és annak tudatába, hogy, hogy ez a fejlesztési koncepció, ami készül a elközgő hét évre, ez egy folyamatos fejlesztés, hogy végre a város elindult egy olyan fejlődési ütem, ami nem az, hogy történik valami kis fejlesztés, aztán minden elalszik újra, hanem egy folyamatában lévő, ha se tudjuk már, hogy mikor, hol, mit kell megnyitni, mert annyi minden történik. szerintem ez egy jó dolog, és ez a itt békés csabaiaknak ez egy nagyon hasznos dolog. Hát én azt tudom mondani, hogy ebben mindent megteszünk a magunk révén, a Fidesz frakció is, személy szerint én is. És e, ez zárva azt tudom csak mondani, hogy Sikerekben gazdag és fejlődésben gazdag új évet, ami az itt élőknek a életlehetőségét, életterét igen javítja. Ez volt az aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!